Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 5 nyelvtanulási appot szeretnék bemutatni neked, amelyeket mindenképpen használnod kell. Ha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát 5 nyelvtanulási app. Nos, én azt látom, hogy sok nyelvtanuló egyfajta csodafegyverként tekint ezekre a különböző appokra, és hajlamosan úgy gondolni, hogy nem kell tanárhoz járni, a tankönyvek is mind mehetnek a kukába, elég egy okostelefon és egy app, és már is meg lesz a nyelvvizsga. Nos, ez természetesen nem igaz, ez nem így van, viszont az igaz, hogy ezek az appok tökéletesek arra, hogy hasznosan töltsd az üres járatokat a nap során. És a közösségi és a híroldalak böngészése helyett, tehát hogy azt nézegesd Magyarországról, hogy éppen most mi történik Pápua Új-Guineán, tehát ehelyett angolul tanulj például a buszon, a kocsiban, vagy éppen a munkahelyeden ebéd közben. Legyél akár kezdő, akár haladó, az appokat úgy válogattam össze, hogy valamennyi nyelvi készséget tudj fejleszteni velük. És természetesen mindegyik appnak megtalálod a linkjét a videó leírásában. Kezdjük az elsővel, ami az Innovative Language App. Mindenképpen ezzel kezdj. Különlegessége az, hogy podcast-szerű audio és videó tananyagokat kapsz, és miközben tanulsz, olyan érzésed lesz, hogy tulajdonképpen egy tanórán veszel részt, ahol egy anyanyelvű beszélő magyarázza el neked az éppen aktuális leckéket. De itt is természetesen a saját tempóban, a saját időbeosztásod szerint haladhatsz, és írásos formában is átnézheted a tananyagokat. Tehát egy szóval tökéletes azoknak, az inkább kezdő nyelvtanulóknak, akik azt akarják érezni, hogy egy klasszikus nyelvórán vesznek részt, és egy húsvér ember tanítja őket angolul. A második számú app a High Native nevű applikáció. Ez teljesen más, mint az előző. Én mindenképpen ezt egy kiegészítő appnak, egy kiegészítő eszköznek javaslom, de ez ad valamit, ami a többiből tulajdonképpen hiányzik, mégpedig, hogy egy irányított, de laza és hatékony interakciót kapsz, egy beszélgetést kapsz itt anyanyelvi beszélőkkel. Tehát néhány perc alatt létre tudsz hozni egy profilt, ez alatt lényegében meg is tanulod, hogy kell használni ezt az appot, azután pedig kérdéseket tehetsz fel és kommunikálhatsz anyanyelvi beszélőkkel, tehát minthogyha egy ilyen anyanyelvi külföldi barátod lenne, akivel folyamatosan kommunikálhatsz angolul. A harmadik számú applikáció az úgynevezett Pimslr app. Ha azt tervezed, hogy utazás közben mondjuk a munkába menet, vagy munkából hazafelé jövet, a kocsiban vagy a buszon akarsz angolozni, ahol nem nézhetsz rá folyamatosan a telefonod kijelzőire, akkor ez lesz a tökéletes eszköz a számodra. Itt tulajdonképpen 30 perces audio tanórákat kapsz, minden tanóra, minden lecke felvázol egy kommunikációs szituációt, természetesen a hozzá kapcsolódó és az ahhoz szükséges szókincsel együtt. Lehet, hogy az elsőre nem hangzik túl izgalmasan, hogy csak a szövegértést gyakorlod, de ha hozzászoksz a dologhoz, ehhez az applikációhoz, akkor én azt vettem észre a diákjaimon, hogy nagyon könnyen a napi rutinod részévé válhat. Például, hogy munka közben, tehát munkába menet, minden nap angolozol reggel, vagy éppen az iskolába menet, minden nap angolozol. A negyedik számú applikáció természetesen a Duolingo, talán ez a legeslegnépszerűbb app Magyarországon. Van itt minden, tehát audio, szövegértés, fordítás, feleletválasztós kérdések, stb.
Tehát sport hasonlattal élve azt mondanám, hogy ez leginkább a kardió edzéshez hasonlít. Nem fogsz belerokkanni vagy beleszakadni a tanulásba, ha ezt az applikációt használod, de lehetővé válik, hogy szépen, fokozatosan építs magabiztosságot a nyelvtanulásban. A Duolingo tulajdonképpen arra helyezi a hangsúlyt, hogy felépíts egy nagyon általános szókincset, de szerencsére szintén azt látom, hogy nagyon könnyen függőséget okoz, és segítségével gyakran fogsz angolozni, motivált leszel, és mindig lesz sikerélményed a nyelvtanulásban, és ez egy nagyon fontos szempont. És az utolsó, az ötödik applikáció, amit ajánlok, ez a Bilingu app. Tulajdonképpen ez az applikáció csak és kizárólag a szöveges nyelvtanulásra fókuszál. Nincsenek itt videók, csak rövidebb és hosszabb történetek, szövegek, amelyeket a nyelvi tudásszintednek megfelelően tudsz kiválasztani magadnak. Szintén egy kiegészítő applikációnak javaslom azoknak elsősorban, akik nagyon szeretnek angolul olvasni, és nagyon hasznos lehet még azoknak is, akik nyelvvizsgára készülnek, és szeretnének gyorsabban olvasni, és könnyebben értelmezni angol szövegeket. Nos, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!